A takarítónők egy részének felmondtak, többen végkielégítést kaptak, néhánynak pedig október 1-én lejár a munkaszerződése. Mintegy 50-en vannak azok, akik a napokban egy belgrádi takarítóvállalat alkalmazásában visszatértek a munkahelyükre. Mi imamo ovaj prelazni period kada umesto naših zaposlenih sada dolaze zaposleni iz agencije, jedan deo njih nije do sad kod nas radio i oni se sad uklapaju u naš način rada. Možda ima poneki sitni propust, a to ćemo u sljedećih nekoliko dana da prevaziđemo. Što se tiče stanja objektima, ono je dobro. Az 55 épület mindegyike most már teljesen tiszta, és minden higiéniai követelménynek megfelel. Kizárólag az igazgatósági épülettel szomszédos Sumica óvodában folyik a nagy takarítás, mivel ez a legnagyobb objektum. Innen még hiányzik néhány takarítónő. Ott jártunk, a legkisebbek éppen ebédeltek, a nagyobbak kijátszottak. A munkaköri leírás szerint a takarítónők egy része az ágyakat is előkészíti a pihenéshez, mások az ételosztásban segítenek. A palicsi Kekec óvodában is rendet és tisztaságot találtunk. Itt maradt ugyan a helyzet olyan, amilyen volt. Két asszony volt eddig is, kettő is maradt, és egy nap, ugye, ahogy befejeződött a munkaviszonyuk, úgy másnap jött a helyettesítés, szóval nem volt nagyobb gond. Most olyan mondhatom, nem gond, csak olyan, hogy összeszokási helyzet van, de még minden rendben. A racionalizáció miatt a Nasaradoszt 70 takarítónőjétől vált meg, ők 500 ezertől 1 millió dináros végkielégítést kaptak, 40-en maradtak. A versenypályázatra két belgrádi cég jelentkezett, szabadkai egy sem. A belgrádi cég itteni munkavállalókat alkalmaz, a szülők elégedettek az óvoda tisztaságával. Meg vagyok elégedve, szóval itt tiszta minden. Minden nap bejárok az óvodába a gyerekért, nincs semmi probléma. Čisto je, sve uredno, vaspitačice su super, bile su moje vaspitačice kad sam ja bio mali, tako da sve mi je ostalo isto čisto uredno. A Nasaradoszt vezetősége szerint sokkal kifizetődőbb a takarító cég alkalmazása, mert jóval kevesebb dolgozóval végzik el a munkát, nincsenek plusz kiadások, mint amilyen az úti költségek, a dolgozók utáni járulékok kifizetése, az egyenruhák és a tisztítószerek költségei. Ráadásul a mostani városvezetés sokkal több pénzzel támogatja az intézmény működését, ami által a gyermekek étkeztetése most minőségibb és változatosabb lett. Tavaly ilyenkor ugyanis az óvodában kapott ennivalóra panaszkodtak a szülők.